önkormányzatunk és polgármester úr nevében is nagyon köszönöm, hogy ilyen sok fotó érkezett a felhívásra, melyekből az ígéretünk szerint a Turinform iroda bevonásával dunaújvárosi képeslapokat készítünk, hogy minél többen láthassák városunk szépségeit. Szerintem Dunaújváros szép. Ezzel a címmel indított útján a Cserna Gábor polgármester úr a Facebook közösségi felületén egy fotópályázatot, ami nagy népszerűségnek örvendett. A számos beküldött fotó közül a 13 legtöbb szavazatot kapott képfotósait díjazták, valamint hárman a szakmai zsűri kiemelt elismerését is elnyerték, melyet Izsák Máté képviselő úr adott át. Gratulálok is, és reméljük akkor a képeslapon is viszont láthatjuk a munkájukat. Köszönöm. Kovács Tibor, szintén gratulálunk, és kérdezik. Gratulálok is további. Jó fényképhez is kívánok. A szakmai zsűri külön díjazottjainak nagy része amatőr fotós és tőzsgyökeres dunaújvárosi, aki szenvedélyének tekinti nem csak a természet, hanem szülővárosa fotózását is. Nekem nagyon tetszik, mióta fotózom azóta, meg még tehát kombinálom a várost és a természetet, természet szépségeit, amit lehet, hogy mindenki elmegy mellette, a 24 órából csak az a 2 perc a szép belőle, de az meg van örökítve. Hát én nagyon sokfele járok munkám miatt, és mindenki irigykedik, mert gyönyörű szép a Dunapartja. Nem csak a Dunapart, azért vannak a városnak szép dolgai, meg szép részei. És amikor látják a vidéken élő barátaim, ismerőség a fényképeimet, és mindig csak csodálkoznak, hogy milyen szép, hogy ők náluk nincs ilyen zöldövezett Dunapart, meg ez a Duna, ez egy mesés rész, mindig ad nekem témát, hogy fotózzak, és én csak örülök, hogy itt élek, és mindig visszatérek, hogyha elmegyek egy kisebb, rövidebb, hosszabb útra. Az elismerésben részesülők között viszont volt, aki nem a város és a természet fotózásával kezdett el hódolni ennek a hobbinak. Nagyon régóta fotózgatok már főleg az unokákat, és hát csak gondoltam, hogy ami nekem szép, talán másnak is szép lehet, és megültem. A szerintem Dunaújváros szép pályázatra beküldött összes fénykép egyébként megtekinthető Cserna Gábor polgármester úr Facebook oldalán, valamint tervezünk, hogy elkészül egy fotókönyv is Dunaújvárosról, amelyben természetesen ezek az alkotások is helyet kapnak majd.